Rumen Radev bolgár államfőt fogadtak Klaus Jánisz a Kotrocsenyi palotában. Az orosz-ukrán háború kapcsán a két államfő a Bulgária és Görögország közötti gázvezeték gyors üzembe helyezésének fontosságát hangsúlyozták az Oroszországtól való energiafüggetlenség érdekében. Klaus Johannis és Rumén Radev bolgár államfő megvitatták az energiaforrások és a szállítási útvonalak diversifikációjának szükségességét. Ez azért fontos, hogy kevésbé függjünk az orosz energiahordozóktól, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón a román államelnök. Am Kiemeltük a Bulgária és Görögország közötti gázvezeték gyors üzembehelyezésének fontosságát. Amint ez elkészül, rá lehet majd csatlakozni a már működő Brua vezetékre, és ezzel működő képessé válhat ez a létfontosságú vertikális földgáz folyosó. Az ügy kapcsán Johannes elmondta, hogy már egyeztetett erről a görög miniszterelnökkel is, aki ígéretet tett arra, hogy az idei végéig működőképesi válik a gázvezeték. Ez azt jelenti, hogy Románia Bulgárián keresztül jut majd hozzá a görög kikötők érkező csepp gázhoz. Ezzel párhuzamosan Románia további alternatív gázellátási útvonalakat keres. 2022 szén Romániának olyan életképes alternatívákkal kell rendelkeznie, amelyek biztosítják az ország gázellátását a következő térre, fogalmazott Klaus Johannis.